Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Eddig szól a mai evangéliumi részlet, amelyben a tanítványok elmennek Galileába, fel egy hegyre Jézusnak a kérésére, és amikor őt meglátják ott fönn a hegyen, akkor Jézus egy nagyon fontos üzenetet ad át nekik, hiszen ekkor kapják meg a parancsot, hogy hirdessék az örömhírt. Ekkor válik az egyház igazán missziós egyházzá, hiszen most már nem egy csoport, akik bezárkóztak és csak a saját berkükön belül élik meg a hitüket, hanem elkezdenek kinyílni, és fontossá válik számukra az, hogy az a jó dolog, amit ők megtapasztaltak a Jézussal való élő kapcsolatban, azt elkezdjék megosztani másoknak, és elkezdjék hirdetni magát az örömhírt. És ez összekapcsolódik azzal a kérésével Jézusnak, hogy kereszteljék meg az embereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És emiatt a mai napon Szent Háromság vasárnapját is ünnepeljük, és kicsit azzal a titokkal foglalkozunk, hogy ki is az Isten, hogyan tudjuk őt fölfogni, hogyan tudjuk őt egy kicsit jobban megérteni. Magának Jézusnak a kinyilatkoztatásából, az ő szavaiból tárul föl előttünk, hogy az Istennek milyen is a belső működése. Tudjuk azt, hogy egyetlen egy Istent imádunk, viszont ebben az egyetlen Istenben három személy van. Ezt nagyon nehéz megérteni, talán jelképekkel tudjuk csak igazán elképzelni. Az egyik teológus ezt úgy magyarázta el, hogy ez olyan, mint egy gyertya, aminek három ága van. És maga a gyertya az egy, viszont mégis a három ágán három kis lángocska van. És valahogy ilyen az Isten is, aki egy, de mégis benne három személy van. És Jézusnak a szavaiból azt is megtudhatjuk, hogy volt neki egy nagyon bensőséges kapcsolata az Atyával, a Fiúnak egy nagyon mély viszonya az Atyával. És a kettejük közötti kapcsolat, ami átjárta őket, az volt maga a Szentlélek. És Jézus arra hív bennünket, hogy mi is lépjünk be a Szent Háromságnak ebbe a közösségébe. Az egyik híres ikonfestő úgy ábrázolta a Szent Háromságot, hogy egy asztal körül ül három személy, Szent Háromság három személye, viszont ez a tér ki van nyitva egy negyedik ember számára is. És ezzel azt akarta jelezni, hogy úgy tudjuk megérteni a Szent Háromság titkát, hogyha mi is odaülünk ehhez az asztalhoz, kapcsolatba lépünk a Szent Háromság személyeivel, és bevonódunk a Szent Háromságba. Ezen a vasárnapon tehát mi is kerüljünk még inkább kapcsolatba a Szent Háromsággal.